Ez egy táblázat, amiben a restrikciós enzimek vannak. Ez egy, amit így a kutatócsoportunk használ. Engem Hodunov Dávidnak hívnak, 29 éves vagyok, jelenleg a biológus mesterképzésen veszek részt, azon belül is a molekuláris genetika, fejlődés és sejtbiológia specializációban. Én mindig is úgy gondoltam, hogy ez egy szerteágazó maga a biológia, és hogy ott mindig megjelennek egy ilyen új kihívások, új problémák, aminek a megoldására kell törekedni. És pont ezt tetszik benne, hogy ebben bele tudunk merülni kutatócsoportonként, illetve nem csak az, hogy régebben szerettem volna biológus is lenni, de hogy örülök annak, hogy így benne lehetek ilyen biológiai jellegű problémák megoldásában. Az Autalent programra úgy jelentkeztem, hogy egyrészt bejelöltem magát a tudományt, mint szekciót. A pályázati anyagban meg is jelöltem azt, hogy egyrészt biológus mesterképzésben veszek részt, illetve azt is megjelöltem, hogy egy informatikai képzésre jelentkeztem. Részt vettem egy 60 kredites kiegészítő informatikai képzésen. Ehhez kapcsolódóan kaptam az Autalenttől úgymond ezt a támogatást, aminek évén be tudtam szerezni a laptopot. Szerettem volna venni egy olyan eszközt magamnak, amivel könnyebbé tudom tenni a tanulást, meg olyan szoftvereket könnyebben le tudjak tölteni, és ezért gondoltam, hogy inkább egy laptop lenne a legcélszerűbb. Beraktuk azt, hogy mi az a cég, akik gyártják az enzimeket, mik azok a szekvenciák, amiket maguk az enzimek felismernek, és hogy milyen végtípusokat csinálnak, szóval, hogy is, hogy amikor hasítják az adott szekvenciát.